szimbolikumok és értékek. Én azt hiszem, hogy egészséges ember nélkül nem tudunk értéket teremteni. Nagyon fontos az, hogy hogyan étkezünk. Elsősorban a Magyar Nemzeti Hungarikumoknak és Értékek Szövetségének azok a meglévő értékek felkutatása, ami lehet, hogy ott van mellettünk, de lehet, hogy nem is tudjuk, hogy az micsoda nagy érték. Mert lehet, hogy tudjuk, hogy 2-3 településen arrébb micsoda érték van, de a környezetünkben lévőre nem figyelünk. Hát magyarul én azt szeretném mondani, hogy az egészségünkre sem figyelünk, addig még baj nincsen. A Mintamenza program keretében tehát nagyon fontos az, hogy a helyben megtermelt alapanyagok kerüljenek a közétkeztetésbe, ne legyenek utasztatott élelmiszerek. A szövetség szívügyeként tekint az élelmiszerre, elsősorban ugye természetesen a mezőgazdasági termékekre. Fontos az, hogy ahogy elhangzott, közel 2 millió 500 ezer ember, aki napi szinten érintett a közétkeztetésben, mit kap. De fontos, hogy egy fesztiválra, egy kiállításra az oda látogató kedves vendég, aki távolról érkezik, miért is utazik annyit? Azért, mert szeretné értéket kóstolni, szeretne hazavinni értéket, hogy büszkélkedjen, hogy azt Magyarországra vitte, büszkélkedjen, hogy valamelyik tájegységükre. Hihetetlen, fantasztikus értékeink vannak. És ezekből az értékekből lesznek a hungarikumok. Hát nekünk ez a feladat, hogy abban 8 szegmensben, tehát megtaláljuk azokat az értékeket, felkutassuk a helyi értéktárral, megyei értéktárral és a nemzeti értéktárral felvéve azt a kapcsolatot, hogy ezeket az értékeket különböző fesztiválokon, kiállításokon népszerűsítsük. Ki szeretném ragadni azt, hogy mennyire fontos ez. Nagyon fontos az, hogy különböző rendezvényeknél, főleg ahol gyerekek is érintettek, tehát megismerjék környezetünkben megtermelt termékeket, megkóstolják, beszéljenek róla, vigyék ennek a hírét a családba. Mert azt tapasztaljuk, hogy a család is az értékeket csak a pénz oldaláról tekinti, főleg tehát a polcokon. Tehát először megnézi, mennyi az ára, és majd csak utána nézi meg, hogy az milyen termék. Mi meg szeretnénk ezt fordítani. Mi azt mondjuk, hogy tehát keressük a magyar terméket, keressük a magyar értéket, így értékesebb lesz tehát magyar embernek az egész élete, mert van értelme miért dolgozni, van értelme az értékeket felkutatni, és az értékmegőrzésből, majd ebből a csodálatos dologból lesz a hungarikum. A szövetség így tekint feladatára, és nagyon fontos az, hogy már közel mondhatjuk azt, hogy 2 éve ez a csapat így együtt dolgozik, és hogy ma egy aláírásra kerül sor, én azt hiszem, hogy tehát a mi történetünkben is ez egy nagyon fontos állomás, mert így együtt még erősebbek vagyunk, és még több helyre tudunk tehát eljutni. Köszönöm szépen!